pláne abban az időben sótra kezdtél, amikor képtelen nem képtelenebb történetek estek meg veletek, amiket ma már fel se tudunk fogni. Olvastam valahol, hogy egyszer egy hat, a is gondjaitok voltak, mert lábfejeket találtak a táskádban. Igen, szó szerint így volt igaz. Tehát a, ez ugye az az időszak volt, amikor, amikor, mi tanultuk ezt az egészet, amikor kezdtünk fejlődni, amikor kezdtük ugye a jobbnál jobb technikákat valahonnan beszerezni, és akkor a világ legjobbnak számító, legjobb számító korcsa cipőjét Ausztráliában öntötte egy, egy ausztrál korcsás fiú. És ennek, se, ennek a, a megszerzésére semmi más mód nem volt, mint az, hogy kiutazzunk egy versenyre, mi akkor éppen Hágában voltunk, illetve voltak olyan korcsás társaink, csak ezért kijöttek Hágába, ott leöntette nekünk a gipszmintát a lábunkról, ezt a gipszmintát mi beraktuk a táskáinkba, amíg nedves gipszmintákat, Megérkeztünk a repülőtérre, és az átvilágításnál e, azt látta a határőr, hogy lábak vannak benne, és kipakoltatta konkrétan az én táskámat is. Nagyon vidám látvány volt. Ugye ezeket a gipszmintákat kis hazahoztuk, kiszállítottuk, becsomagoltuk, elpostáztuk, e, ki Ausztráliába vártunk rá nem kevés időt, és akkor végre megérkeztek ezek a nagyon speciális öntött korcsolyák, Úgyhogy ez egy hatalmas előrelépés volt ak akkor is, hogy. Hogy, hogy, már akkor voltak jobb, úgymond jobb korcsáink, tehát már nem, nem, a, nem a, a hokicipőre szerelt korcsőcipőkről beszélünk, de ugye amikor ezek megérkeztek, az egy hatalmas lépés volt. Hogy áramlott az információ? Akkor meg nem voltak meg ezek a technikai vívmányok. Honnan tudtátok, hogy hol öntik a jó cipőt, hol lehet jó pengét venni, ki a jókor is? Tehát, hogy azért sokkal nehezebb volt e tekintetben is az a világ. Ez egyetlen egy módon zajlott, úgyhogy kiártunk ilyen nemzetközi versenyekre, tehát utaztunk, mondjuk így válogatott szinten utaztunk a nemzetközi verseny és gyűjtöttük az információt. Tehát beszéltünk ezzel, beszéltünk azzal, néztük, loptuk az ötleteket, Nem, nincs jobb szó rá, és egyszerűen így megszereztük ezeket az információkat. Nekünk nagyon nagy segítséget adtak sokat a hollandok, például nagyon jó baráti kapcsolatot tehát olyan versenyekkel jártunk ki, ahol családoknál adottunk. És akkor így tudtuk megszerezni ezeket az információkat, sőt, felszerelés is így tudtunk behozni. Tehát nem lehetett megrendelni az internetről. aki ki kellett menni érte, vagy Ausztriába, vagy amikor egy versenyről jöttünk haza, akkor még a kocsiban, az ülés alatt szépen behoztuk az élezőkövet, élvédőt, bukósokat. Tehát, hogy, hogy egyáltalán nem volt ez a fajta dolog, hogy egyszer megrendelem online, vagy pedig, vagy még sokkal könnyebb a kapcsolattartás. Főként úgy, hogy ma Magyarországon is elérhető úgy korcsol egy gyártó, hogy igazából nem kell se utaznunk. De eszedbe se jutott, hogy Rivialmet ott abban sikeres Magyarország, hogy úszszszál, mert abban sikeres Magyarország, hogy bicirabdázál, mert ott, ott, ott már tudjuk, hogy mi merre, és elismernek minket. A sortrek azt meg. Néhány ember ismerte Magyarországon. Hát akkor, amikor mi elkezdtük, akkor senki nem ismerte Magyarországon. Tehát amikor én elkezdtem, ugye tényleg azt lehet mondani, hogy mi voltunk az elsők. Tehát, hogy, hogy De hogy kezdted el? Tehát, nekem hogy... nagyon, nagyon érdekes ez a dolog, mert én ugye öt évig úsztam, ami elég jól ment. És aztán azért hagytam abba, mert, 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 mert nem élveztem annyira azt, hogy egyedül megyek egy medencébe, mert meg mert inkább kisebb gyerek voltam, akkor még nem találtam a helyem. És én zuglóban nőttem fel, mi ott laktunk, és nekem az összes barátom, aki ott a lakótelepen lakott, az a nagy társág, ők tényleg mindenki kiállt a műjégpályára korcsolyázni. Nekem meg nem volt korcsolyám. És ez csak én is gondolom, hogy tök jól lenne kimenni akkor a művégre, hiszen mindenki ott van akkor, akkor ez egy jó dolog. És kimentem a műjég, szereztem egy kölcsön korcsolyát, kimentem a műjégpályára, és, és elkezdtem megtanulni korcsolyát úgy, hogy, hogy néztem, hogy a többiek korcsolyáznak. Néztem, hogy a, ahogy fogóznak benne a nagyok, és így megtanultam korcsolyázni, és akkor pont úgy alakult valahogy a, a, a világ, hogy akkor voltak ilyen hoki-korcsolyás, ami most a Diák Olimpia, ugye annak az elődje volt a, a Pajtás kupa elnevezésű ilyen, ilyen diák-korcsolyás sportverseny sorozat, és ennek volt kerületi döntője, volt budapesti döntő és volt egy országos döntője, és én nem tudom, valamilyen indítatástól fogva elindultam a kerületi döntőn, a kerületi korcsolyáversenyen. Ugye, mi a... hányat írunk ilyenkor? Ez 1985-86-ot írunk. És, és, sőt, 86 elejé, vagy 85 végét. Akkor én ott elindultam, megnyertem a, kerületi uh, akkor elindultam az országos versenyen, ugye vittek az országosról, nem volt Budapest, a budapesti először, a budapestinél második lettem, akkor mentünk az országos döntőre Kazinc Barcikára, és az országos döntőn is második lettem, ugye mögött az, a és fiú mögött, aki akkor a Budapestet is nyerte, illetve megnyertük a váltót. És én akkor, akkor, ott ennek a budapesti csapatnak a csapatvezetője Görgény András volt, akinek milyen érdekes az élet, most a lánya pont hozzám jár Ő volt a Rosmaring nagypályás gyorskorcsai egyesületnek az edzője, és akkor ezután a verseny után megkérdezte, hogy nincs-e kedvenes meg És ezen a pajtás kupán egyébként már, már voltak bemutató jelleggel, még a, ha jól emlékszem, akkor már talán ott voltak a Bányhidi Ákos, az, a Kútvölgyi Erzsébet, a, a, a Bíró Ferdinánd, a olyan nagy nevek, gyorskocsás, akik bemutatót tartottak gyakorlatilag, de hát nyilván nagypályás gyorskocsás, közel sem lehetett olyan fajta uh, short track elképzelni, mint ami manapság van. És akkor megkérdeztük, hogy nincs kedvem gyorskocsijázni, én meg igen, mondtam, mert jó volt a közös, és szerettem kocsijázni, És igazából én így keveredtem le, és nekem 86 nyarán volt először lábamon, pont Kazinc egy edzőtáborban nagypályás gyors és aztán úgy, így ragadtam bele, és aztán ugye ott mi elkezdtünk párhuzamosan gorcsolyázni. Tehát egyszer ugye akkor kezdődtek a Martos Gyuriék, akkor kezdték uh, uh, eléleszteni ezt a rövidpárs gyorskortsa dolgot, és akkor párhuzamosan elkezdődött egy ilyen, egy ilyen short track és, 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 nagy pályás. Tehát akkor mi nagy pályáztunk, mi short track is mellette. És akkor így, így, indult el igazából ez az egész történet. Viszont ha azt nézem, hogy 86 nyár, meg 92 téli olimpia, az ott rövid idő és egy hatalmas ugrás. Ez hogy sikerült? Igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes időszak volt, mert Ebben az időszakban nem voltak egyesületek. Tehát volt, a, volt, a, volt ugye a Rosemaringból alakuló, vagy mi ott gyors korcsolyázók. Voltak azok a régi nagypályás gyors korcsolyázókból, például a Simó Ferenc, aki, aki aki ugye ezt a sportot elkezdte, és csinálták, vagy elkezdett korcsolyázni. És, és így volt egy nagyon, nagyon kicsi mag, tehát egy, egy nem túl nagy létszámú mag, és akkor mi voltunk a magyar válogatott. Tehát hogy így, így még nem voltak klub szinten. És akkor mi elkezdtünk 87-től, 88-tól már egész 87-ben volt verseny a és akkor elkezdtünk utána járni, ugye 88-ban már, már világverseny volt ugye a Budapest sportcsarnokban, és mi elkezdtünk nagyon, nagyon hirtelen beleesni a nemzetközi mezőnybe is, mert elkezdték utaztatni ugye a szövetség ezt a keretet, és, és elkezdtünk vidékre is lejárni, bemutatókat tartani. Tehát Jászberénybe, Szegedre, Voltunk mindenhol Pécsre, és akkor volt úgy, hogy verseny, meg lementünk bemutató versenyeket tartani. Direkt az, hogy népszerűsítsék ezt a sportot, és elkezdjék a vidéki bázisokat ez is megcsinálni. Ez most kifejezetten a short Igen, ez igen? most kifejezetten mm -hmm. a short track. És, és nekünk is volt egy pillanat, amikor, amikor, nekünk dönteni kellett, vagy én így éreztem, hogy döntenünk kell, és aztán utólag azt mondom, hogy igen, az egy nagyon jó döntés volt, amikor, amikor szakítottunk a nagypályával többen, és csak a short választottuk. És akkor már csak a shortrackel kezdtünk el foglalkozni, és igazából ilyen a 92-es időszakra már egyébként egy nagyon szép hazai mezőn gyűlt össze. Tehát akkor már vidéki egyesületek is voltak, vidéki bázisok, akkor már nem csak az volt, hogy egyértelműen innen vagyunk, hanem akkor, akkor már úgy kezdett úgy, úgy alakulni, legalább így ez a, ez a shortrac élet. De ez egy nagyon, nagyon gyors menetelés volt, és egyébként nem is volt mindig Hát utólag viszont ez nem volt mindig jó, hiszen olyan, olyan hátrányban voltunk ugye a nemzetközi mennyezet, hogy persze kimentünk, de, de, de ugye az, a, az, az élmény, amikor, amikor tényleg, és hát ez, 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 a valóság, amikor mi egy váltóban az olasz csapattól kaptunk öt kör hátrányt. Tehát ők befutottak, mi meg még az utolsó váltókört mentünk. De, de igen, valahonnan el kellett indulni, és valahonnan mi is gyűjtöttük a tapasztalatokat, rengeteg minden hasznosat tanultunk onnan. Akkor ez jelenthető, hogy férfi vonalon Egyértelmű, az egyik úttörője voltál itthon? A jégen? Ez, a, ez, ez igazán tényleg így van. Tehát név szerint föl lehet sorolni azokat a Simó Ferenctől, Balai Györgyig, a, a Gellért Gábor, Novrecki Lajos, akik így, így elkezdtük ezt így a, gyors például itthon. És innen, innen, ugye én már 89-ben kint voltam a világbajnokságon, az első világbajnokságon szerepeltünk a Bótos Eszterrel kin Angliában, és onnantól kezdtünk még jobban belépni ebbe a, ebbe a dologba, és hát mikor a vidéki egyesületek elkezdtek bekapcsolódni, akkor elkezdett nőni ez a bázis. Azt mondod, hogy nagy volt a hátrány, fura volt kint a világversenyeken, de mi kellett ahhoz, hogy te ott maradj? A fanatizmus, az alázat, vagy a megmutatni akarás, vagy hogy fejlődni akartál, kíváncsiság, hogy mi tartott ott a jégen? Én azt gondolom, hogy aki elkezd kezni, az, az magában, én nem tudom, megtaláltam a helyem a sportba. És és, és és nyilván az, hogy ha úgy mondjuk, azért, ha nekem hazai szinten azért mondhatjuk azt, hogy elég szép sikereim uh -huh. voltak, és igazából ahonnan ezt elkezdtük, az, ez, ez egy nagyon-nagyon sok mindent el, elértem, akár én is. És nyilván nincs a közelében sem annak, amit a mostani versenyzők, vagy akár egy előző generáció már elért. De, de, azt mi tudjuk, hogy mi voltunk az úttörői ennek. És, és, és igen, engem azt tartott itt, hogy egyrészt is nagyon, nagyon élveztem ezt a korcsolyázást, nagyon élveztem a sortraket. Az adrenalin, amit ez ugye mindig megad, az az, 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 számomra teljesen, teljesen testközeli volt. És, és, egy jó közösség volt, egy jó hely volt, és minket az se zavart, hogy ami, 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 manapság azért tudom, hogy néhány szakági így, így, versenyzik, vagy korcsázik, de mi ugye a BS-ben úgy jártunk, hogy heti négyszer reggel hatra. De úgy reggel 6 hogy nekünk hat már a még szivacsot kellett pakolnunk. Tehát nem az volt, hogy fölmentem, és itt van egy gyönyörű jégcsarnok, és akkor... Nyilván a vidékieknek ugye ott voltak a vidéki nyitott körülmények, a mínusz 10 és egyebek, tehát hogy, hogy, hogy... Nekünk természetes volt, hogy 4 óra 30-kor, hogy nekem, hogy akkor kelek, és megyek el, heti négyszer edzésre. És, és egyszerűen nem is tudtam mást elképzelni, és nem is csináltam nagyon 10-11 évén keresztül sem mást, mint hogy a korcsál foglalkoztam de az, amit említettél, hogy elkezdett utaztatni benneteket a szövetség, a világversenyekre, az se úgy nézett ki, mint manapság. Sem az utazás, az eszköze, sem ahol laktatok, azt is említetted, hogy sokszor családoknál laktatok, tehát teljesen más volt minden. De ugyanakkor azt feltételezem, hogy ezáltal lehet, hogy kicsit meghittebb is volt, vagy családiasabb is. Olyan, olyan történeteink vannak, tehát tényleg, azt mondjam, hogy úgy, hogy az egyik nagy verseny most a Bormiói verseny. Mi úgy ment, voltunk úgy kint Bormióban, hogy ugye nagy busszal mentünk, akkor a busznak az indulásánál a vezetőség telerakta a szendvics kenyérrel, meg felvágottal a busznak az alját, akkor mentünk út akkor abból tudtunk valamit enni. Volt ugye hogy kiesett a busznak az ablaka, ott aludtunk éjszaka a svájci olasz határnál, nem értük el az átjárót. vittünk magunk a merülő forralót, mert csak arra volt pénz, hogy nekünk szállásunk legyen. De nem is a hivatalos szálláson, hanem most mondjuk Bormiótól egy mellette lévő faluba, ott aludtunk, de merülőforralóval forralóval melegítettük magunknak az ennivalót. A családoknál ugye még úgy kezdtünk el Hollandiába kiállni versenyek, mi nagyon sokat jártunk Livárdenbe versenyre. És, és nem volt, nem, volt, anyagi keret arra, hogy mondjuk, és akkor kialakult egy, egy jó kapcsolat, a hollandok visszaértek, hogy ők nagyon szívesen segítenek abban, családoknál tudunk aludni. És el, amikor kimegy egy, egy 10-15 fős magyar kontingens, volt úgy, hogy csak klub szinten mentünk, de aztán már válogat, és ott aludtunk családoknál, és ez tök nagyon-nagyon jó kapcsolat, tök jó, tök jó hangulata volt ennek. Tehát családi kapcsolatok alakultak ki, amik sok-sok évig megmaradtak. A hollandok ide jöttek hozzánk, akkor ők is családoknál ottak, nyáron itt nyaraltak, tehát teljesen más volt, teljesen más volt az egésznek a, a lehetőség, de a lehetőség legalább megvolt. Tehát, hogy, hogy azért azt, azért, azt, nem szabad elfelejteni, hogy hogy, hogy ugye a sortak akkor nem volt egy húzó ágazat. Tehát tehát nyilván, nyilván az anyagi kereteken belül nagyon sok mindent elkövetett a szövetség azért, hogy el tudjunk menni. Tehát, hogy azért, azért tényleg mi el lettünk utaztatva nagyon-nagyon sok helyre. Sőt, volt úgy, hogy három versenyre mentünk egy út során. Tehát kimentünk grázba egy versenyre, utána elmentünk Bormióba egy versenyre, majd visszafele elmentünk még valahova egy versenyt. Volt, hogy három hétig így, így úton voltunk. Mm -hmm. És nyilván a felszerelésben próbáltak segíteni, amennyit tudtak, de, de mondom, egyszerűen nem is lehet elképzelni azt, hogy, hogy, hogy mekkora különbség volt ezekben. Akkoriban azért a, nyilván lassabb volt a tempó valamivel, viszont a ruhák, az, amiről már sokszor beszéltünk, mert minden más volt. Veszélyesebb volt akkor a jégen lenni? az, hogy veszélyesebb a jég, az a baj, hogy, hogy ez az azért nehéz megfogalmazni, mert szituáció függő. Tehát valaki végig versenyezhet úgy is, hogy soha nem történik vele semmi, hogy, hogy, soha nem rúgják meg, hogy soha nem esik be, nem kerül be egy olyan esésbe. De igen, az a, én is láttam sajnos olyan balesetet, amikor valakinek az artériát vágták el. És nagyon-nagyon épp, hogy az életét mentették meg. Tehát egy versenybaleset volt, mert egy pengácult, egy futóruhát. És aztán hál' Istennek, hogy -e, elkezdődtek a, ezek a vágásbiztos felszerelésnek a, 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 a a, meglét és a legyártás, és előkerültek különböző, ugye először is ilyen rövid nadrágok voltak, amik ugye a kritikus pontokat védik. De nekünk nem volt ilyen, tehát hogy nem volt vágás. Egy egyszerű hogy futóruha, ha fáztunk, akkor volt alatta valami aláöltözék, ezekben nem volt beépített térdvédő, A kesztyűk azok, azok vagy kertészkesztyű, vagy ezt is ugye próbáltuk a nagyoktól, hogy ki mit használ, aztán sífutókesztyű, volt ebben minden tényleg, hát ö, volt, aki egyszer, egyszerű síkesztyűben versenyzett. De tovább megyek, ugye a mostani kesztyűknél le van ragasztva egy ilyen műanyag érintés. Mi egyszerűen leszikszallagoztuk, tehát szikszalaggal le volt tekerve az ujjamnak a vége, és azt mindig elugattuk, és azt tettük le azért le, és aztán golfkesztyűt használtunk most, mert az ugye egy vékony bőr volt, de, de ez a nemzetközi mezőnyben is így volt, a nemzetközi mezőnynek sem volt egyébként vágásmentes, ugye a fejvédők nem ilyenek voltak. Sőt, tovább megyek, nem csak a ruha, hanem a palánkvédelem sem. Tehát, hogy azért, azért én mentem neki úgy a palánknak, hogy nem volt szivacs. Tehát nem volt egyszerűen annyi mennyiségű szivacs. Tehát lent volt olyan országos bajnokság, vagy a kis stadion, volt esélyünk, de egyszerűen csak annyi szivacs volt, hogy 15 darab jutott minden kanyarra, azt úgy bepozicionálták, hogy körülbelül melyik a veszélyzóna. De ha véletlenül azt az ember túlcsúszta, akkor neki ment a palánknak. Tehát sajnos nekem is van ilyen emlékem nagyon jó, hogy nem itt tartunk már, nagyon-nagyon jó, hogy ebben sokat fejlődött ez a sport, és nyilván az anyagiak is hozzáálltak, ugye meg ugye a technikai felszereltség, de sokkal, ebből a tekintetből sokkal veszélyesebb volt. Nem is figyeltek annyira a nemzetközileg sem. Most az, hogy a pengel el volt kerekítve, még igazából erre sem figyeltek annyira, vagy nem volt ennyire, hogy mondjam, szem előtt ez a történet. Most már is sokkal jobb, és sokkal, azért nagyon fontos és nagyon jó dolog egyébként, hogy már gyerekek szintjén is ezt ugye tudjuk ugye most a 80-as évek végéről, 90-as évekről beszélünk, ugrunk egyet nagyot az időbe, a jelenbe, az MTK-nál edzősködsz. Egyfelől egyértelmű volt te az, hogy nem szakadsz el a sportáktól, másfelől ezekről a régi feltételekről, helyzetekről mesélsz te a fiataloknak? Igénylik, vagy kell, hogy tudjanak arról, hogy honnan is indult el ez a sportán? Ez igazából egy kettős dolog. Én ugye, amikor abba a versenyt, hogy nekem volt egy boka sérülés, mert eltartam a bokámat egy versenyen, sajnos 97-ben, és 98-ben aztán abba a versenyzést. Én akkor végeztem el a TF-et, akkor a Budapesti Kolcsász Diák Sport amikor a saját egyesületünk volt, amikor én is versenyeztem, én ott elkezdtem edzősködni. És aztán én edzősködtem 2005-ig, és körülbelül, és én ott aztán egy egy döntés következtében, a saját döntésem következtében kiszálltam a, 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 teljesen a jeges portból, és igazából nem is e, gyakorlatilag 2016-ig, 2016-ig, most 16 ig 2016, -ig, 2016, -ig, 2016 -ig nem is léptem bele vissza. És igazából most is úgy kerültünk vissza, hogy az én fiam elkezdett korcsolyázni a kisebbik fiam, és egy véletlen folytán lekeredtünk a jégre, neki megtetszett, kipróbálta, és aztán így elkezdtünk korcsolyázni. És ő elkezdett Kolcsöncsi, és én is így, így jöttem vissza a sportba, és aztán ugye tavaly, tavaly április óta uh, vagyok én az MTK-nak a, a vezetőedzője. Uh, ez a kihagyott időszak, ez nyilván elég fájdalmas okokból adott így, de, de ez egy döntés volt. Uh, én örülök, hogy visszakeverettünk ide. Uh, és nem csak azért, mert, 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 mert én jól érzem magam itt, hanem egyszerűen nyilván az is, mert a fiam, hál' Isten, nagyon sikeres versenyző és nagyon nagy uh, tehetség és ezt nem azért mondom, mert hogy csak a saját fiam, ha más érne, akkor is ezt mondanám, de az eredményei, hogy magukért beszélnek. Uh, viszont arra a kérdésre, hogy őket érdekli, nem tudják elképzelni, de nem tudják elképzelni azt, hogy ez milyen volt. Tehát, hogy hiába mondjuk el nekik, hogy azt képzeljétek el, hogy ti örüljetek annak, hogy, hogy ilyen körülmények között vagytok és, és örüljetek annak, hogy, hogy, hogy hol vagytok. Uh, ezek a gyerekek kevésbé érzik ezt. Tehát olyan szintig tudják ezt átérezni, ha lemegyünk mondjuk egy Jászberényi versenyre, akkor érzik, hogy rém hideg a csarnok, hogy húha-húha, milyen rossz lehet itt, és nyilván akkor átérzik, hogy a Jászberényi csapat például egy nagyon hideg csarnokban edz. De nem tudják elképzelni. Tehát egyszerűen nincs meg a fejükben. Tehát, hogy mind ahogy azt mondjuk neki, hogy figyelj, volt egy Trabant, ami, amit most hasonlít össze egy mai modern autóval, egyszerűen nem rakja össze a, a fejük, mert ők már ebben, ebben vannak benne. Mi azok, akik viszont most ugye edzőkként dolgozunk, vagy, vagy megértük ezek a dolgokat, mi akár egy verseny is mindig elnosztalgiázunk ezeken a dolgokon, hogy emlékszel, hogy mi volt még akkor, meg emlékszel, hogy a, a BS-nek az alsó pálya az egy 26x52-es pálya volt, amikor az még szűkebb pálya, tehát hogy akkor hogy meg, hogy szivacsot pakoltunk, meg nem tudom, hullámos volt a jég, mi mondhatunk ilyeneket. Itt meg, hogyha már nedves vizes a jég, akkor már azt mondjuk, hogy, hogy mennyire nem jó, meg hogy hűha, koszos, meg egyebek, de egyszerűen nem tudják elképzelni. Utánpótlást nevelsz, és óhatatlanul adódik a kérdés, hogy az rendben van, hogy az elmúlt évek a sikerekről szóltak. Hogy látod a magyar short track jövőjét? Mit látsz a jégen, a klubodon belül, vagy a többi klubot is nézve? Hogy látsz tehetségeket? Én azt, azt gondolom, a... hogy mindig vannak tehetségek én hiszek abba, hogy, hogy a tehetségek azok, 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 nem csak ezen a területen sok minden megvannak, de igen, vannak tehetségek. Már látható most tehetségek is, illetve biztos, hogy lehet, meg lehet találni ezeket a tehetséget, és be lehet, be lehet, vonzani ebbe a sportákba. Ami, ami, probléma jelen pillanatban, ugye vidéki szinten, amit én látok, az az, hogy van egy-két vidéki bázis, ami, ami teljesen lefelé menő ágban van, sőt, van, ahogy meg is szűnt igazából, mert például a Pécsi, Pécsi, Sport egy nagyon jó egyesület volt, már én, amikor én versenyeztem, is mindig volt ígéret, hogy majd befedik a Pécsi jégpályát, és akkor majd ott lesz ugye a Pécsi korcsolat, ez sosem valósult meg. Debrecen se állt túl jól ebben a, ebben a tekintetben. Úgyhogy Ebből a szem, sőt, szombathelyen ugye most próbál éledezni megint valami. Én azt gondolom, hogy ha ezek, ezek a bázisok megerősödnek, akkor itt akkor még több utánpótláskorú gyerek, és akkor még több újra tud éledni ez a, ez, a, ez a történet. Én azt látom még, hogy ugye az edzőképzésben kimaradt egy nagy időszak, Ez a szövetség is tudja. Ugye most ezt újraindulták az edzőképzést, ami nagyon jó, Uh, nyilván nyilván uh, mindenkinek, mint ahogy nekem is van egy más munkám. Tehát, hogy én, amikor ebből kiléptem, én is teljesen mással kezdtem el foglalkozni, és nyilván gyakorlatilag az életünk, amiben a család is él, az egy teljesen más terület, mint ez, eh, amit én nyilván hogy megtartottam, mert, mert, mert az egy hosszú távon felépített egzisztencia. Eh, nem, mint ezzel bármi baj lenne, csak, csak, én azt gondolom, hogy tényleg akkor fog el magát minél többen elköteleznie a jég mellett, mint, mint edző, hogy olyan egzisztenciális jövőt lát ebben, ami, ami létbiztonságot is ad. Ami viszont hiány, amit majd talán a jövő megold, az ugye a jégpálya hiány. Tehát, hogy mi egyszerűen nincs, nincs több jég lehetőségünk. Tehát, hogy mi most is meg lehet nézni, nekünk is van 50 perc jegünk, nyilván föl lehet vinni x mennyiségű embert, de akkor nem tudunk olyan minőségi munkát végezni. Tehát valamelyik újunkat meg kell harapni. És, és, miután az összes többi jégpályán, ami ugye Budapesten is van, ugye a hockey olyan dominanciával van jelen, ahova nem nagyon tudunk beférni, ezért nekünk csak a gyakorló jégcsarnok marad. Tehát, hogy amennyiben nekünk lenne még ilyen jégcsarnokunk, és azt gondolom, hogy a hasonló cipőbe jár, illetve, amikor beszélgetünk kollégákkal, akkor ez mindig előjön, akkor nagyon-nagyon tudnánk ebbe előrelépni. Az én véleményem az, hogy, hogy nekünk alaphangon, ha lenne még két ilyen jégcsarnokunk, már, már, már hatalmasat tudunk előrelépni, vagy tudnánk előrelépni. Minden olyan, ami, ami meg fog épülni, vagy, vagy, létrejön a jövőben, az segítség lesz. Szerintem nekünk nagyon fontos célunk az, hogy megtartsuk azokat a gyerekek, akik most vannak, főleg ebben a mostani időszakban átvészeljük azt az időszakot, hogy ezek a gyerekek ne legyenek motiválatlanok, ne menjenek el, szeressenek edzésre járni és onnantól ez a lesz több lehetőség, akkor onnantól ez könnyebb lesz építeni, és könnyebb lesz még több gyereket bevonzani. Érdeklődés van. Tehát érdeklődés lenne rá. Ami még ugye nehézség, ez azt gondolom, ez minden sportágban ugyanilyen nehézség, nehézség, az ugye az a rengeteg impulzusi inger, ami a gyereket éri a mai világban. Tehát ma őt lekötni és, és meggyőzni arról, hogy, hogy te ezt szeresd és itt legyen, Azért nagyon-nagyon nagy kihívás egyébként, mert annyi információ, annyi fajta inger van, ami a mi időnkben nem volt. Tehát, hogy a mi időnkben hétfőn nem volt tévéműsor, tehát még mondhatok ezeket a megint csak ilyen, ilyen régi emlékeket, de sokkal másabban találtuk meg magunknak az elfoglalást, hogy más másokat kerestünk, mint a mai gyerekek. És a mai gyerekek azonnal akarnak mindent, itt meg nincs azonnal. Tehát, hogy nem jön azonnal minden, ezért dolgozni kell.